A Hímerházban rendezett ünnepségen Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy Székesfehérvár az ország történelmi fővárosaként és a kortörténeti dokumentum egykori kiadásának helyszíneként Aranybulla emlékévet hirdetett 2022-re. A városvezető megerősítette, ennek a történelmi örökségnek a szellemiségében büszkén és tisztelettel őrzik hazánk történelmi hagyományait, és építik ma is a város közösségét. Lukács tanár úr, Laci bácsi, ahogy mi itt Székesfehérváron őt ismerjük, kevezzük Szent István népi hagyományaiban élő kultuszáról fog egy kötet bemutatót tartani. Nagy öröm, hogy ez a kötet megjelenhetett, egy nagyon színvonalas, igazi tudományos munka. Szent István király a néphagyományban címmel új kötettel jelentkezett Lukács László néprajzkutató. Az 1083-ban szentjavatott királynak ezeresztendőn át igen erős volt az egyházi hagyományból, a rá vonatkozó legendákból szétsugárzó tisztelete. Neve tettei a külső és a belső ellenséggel, a pogánysággal folytatott harcai nem csupán középkori legendáinkban, krónikáinkban, történeti énekeinkben, hanem mondáinkban is szerepelnek. Hát hála Istennek sikerült 33 évi kutatás eredményeként ezt a könyvet megírni, és ez Fehérvár számára különösen fontos, hiszen azt mondhatjuk, hogy innen indul a 18. században a török után újra éledő Szent István tisztelet. A Magyar Posta bélyek kibocsátással köszöntötte az Aranybulla kihirdetésének 800. évfordulóját. A sorszámozott alkalmi bélyegblokk Simon Erika fotóriporter képeiből, Batic Barnabás grafikus művész tervei szerint a pénzjegynyomdában készült. Az újdonság 2022. június 24-én került forgalomba. Az Aranybulla emlékév alkalmába kibocsátott bélyeget Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta elnöke mutatta be. A Magyar Posta számára nagyon fontos az értékteremtés. Miután a bélyegeknek a jelentősége azért csökken, azt tudjuk az elektronikus kommunikáció tényelésével, de az alkalmi bélyeget még a gyűjtők mindig nagyon komolyan veszik. Ugye a Magyar Posta már 50 éve egyébként, lehet, hogy kevesen tudják, 1972-ben is bocsátott ki az Aranybullára egy alkalmi bélyeget, most pedig a 800. évfordulóra természetes volt, hogy én úgy gondolom, hogy az egyik legszebb bélyeget bocsátottuk ki az eddigi pályafutásunk során. A rendezvényen előadást tartott Balogh Elemér professzor, aki az Aranybulláról, mint történelmünk és alkotmányos önazonosságunk meghatározó erekiéről szólva kiemelte, ha nemzetünk múltjára és benne a magyar jogrendszer tartóoszlopává váló oklevélre tekintünk, feltárhulhat előttünk a perspektíva, amely szerint vannak olyan dolgok, amelyek nem változnak. Mi magyar jogtörténészek különlegesen szerencsések vagyunk Európa népei között ebből a szempontból is, mert bár a magyar középkor írásbeli emlékekben nem hagyott túl sok nyomot maga után, összehasonlítva a tőlünk szerencsésebb történelmi nyugati nemzetekkel, de a legkiemelkedőbb dokumentumok sorában, s az Aranybullánk az pont ilyen, teljesen azt mondhatjuk, hogy Európa korabeli fősodor vonalában helyezkedtünk el. A Hímerházban megrendezett találkozó megerősítést nyújtott minden résztvevőnek a magyar államiság Szent István uralkodásával, az Aranybullával, máig ható utat mutat.